Többféle lehetőséget tud kínálni a Tolna megyei szakképzési centrum, mind az érettségi után jelentkező fiataloknak, mind a felnőtt érdeklődőknek. Az idén érettségiző diákoknak még lesz lehetőségük arra, hogy nappali rendszerben folytassák majd a tanulmányaikat technikumi formában, mondja Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja. Ez egy többségében két éves képzési szakaszról beszélünk. Közel 50 különböző szakmában tudjuk ezt ajánlani, a megye jelenleg 9 iskolájában dolgozunk. Az érettségizők számára ez azért nagyon fontos, mert aki nem biztos még abban, hogy felsőoktatásba szeretne tovább tanulni, vagy esetlegesen nem veszik fel, az ő számára egy nagyon komoly lehetőség egy technikumi bizonyítvány megszerzése, azért is, mert ez később egy szakirányú továbbtanulás esetén nála többletpontot jelenthet a felvételi során. A másik, ami nagyon fontos, hogy egy piacképes szakmát tudunk mindenkinek ajánlani, azzal, hogy menet közben, amíg tanul, már ösztöndíjat kap, illetve, hogyha egy fél év után, miután a szakmai alapozó képzése megtörténik, átmegy a duális képzésbe, ott már munkaszerződéssel fog dolgozni, szakképzési munkaszerződéssel, ami viszont egy ösztöndíj helyett egy munkabért fog számára már jelenteni, ami legalább a minimálbér 60%-át kell, hogy kitegye. Ez jelen állapotban több mint 100.000 forintos bért jelent az ő számukra. Nagyon fontos, hogy a duális partnereink várják az ilyen tanulókat, akik már abban az értelemben felnőttek, hogy érettségizettek, már komolyabbak, más szemlélettel nézik a világot. Nagyon várják őket, nagyon szeretnek velük dolgozni a visszajelzések alapján. Mi is nagyon várjuk őket, hiszen nekünk is nagyon jó, hogyha a fiatal felnőttekkel dolgozhatunk együtt. Többek között a vállalkozóknak és önkormányzatoknak is állított össze felnőtt képzési csomagot a Tolna megyei szakképzési centrum. A képzéscsomagnak egy nagyon jelentős része olyan, ami úgynevezett programkövetelményes képzés, tehát kvázi ez egy tanfolyami képzés, viszont nagyon izgalmas, hogyha ezt iskolában csinálják, szakképzőiskolában, akkor az első ilyen képzés ingyenes mindenki számára. Ebben a csomagban, és ezt azért önkormányzatok számára ajánlottuk ki elsődlegesen, mert olyan szakképesítéseket raktunk össze, kerestünk, amelyek az önkormányzatok számára is nagyon fontosak. Ilyen például az államháztartási mérlegképes könyvelő, vagy ilyen például a közterületfelügyelő, vagy adott esetben az önkormányzat által működtetett, vagy adott település területén működő szociális intézményekben a demenciagondozó. Nagyon-nagyon fontos szerep. Nagyon-nagyon fontos egy rendezvényszervező. Körülbelül a képzéscsomagunknak ez a része az, amit az önkormányzatok számára ajánlunk. A vállalkozások több olyan oktatás közül választhatnak, amellyel a munkavállalóikat képezhetik tovább. Van egy olyan lehetőség a szakképzési törvényben, hogy az a cég, aki a saját munkavállalóját képezi és szakmára képezi, automatikusan duális képzőnek minősül, azaz igénybe veheti a saját dolgozója után is azt a szakképzési hozzájárulási adókedvezményt, amit egyébként mint duális képző akár egy nappali tagozatos tanuló után is igénybe vehet. Nagyon-nagyon izgalmas kérdés, már van olyan cég a megyében, aki ezzel foglalkozik. 12 főt képezünk ilyen formában, könnyűipar területén, de komoly rá az érdeklődés. És ugye van egy olyan képzési csomagunk, ami általában igaz bármely felnőttre, hiszen ugye két szakma ingyenesen megszerezhető, és a két szakmát iskolában lehet csak megszerezni. Az iskolában megszerzendő szakmáknál a felnőttek számára minden igényt tudunk ajánlani. Honlapunkon is van egy megjelenési lehetőség, vagy egy jelentkezési lehetőség. Minden iskolában van olyan kollégánk, aki vállalja és tud tájékoztatást adni ezekről. És a felnőttek számára is érvényes egyébként a duális képzés lehetősége, tehát ők is tudnak szakképzési munkaszerződéssel duális képzésben részt venni. Dömötör Csaba azt mondja, az utóbbi időben látványosan többen jelentkeznek szakképzésre, mint korábban. Megnőtt az érdeklődés a technikum iránt, de megnőtt az érdeklődés egyébként a szakképző iskola iránt is, tehát ez számunkra egy nagyon-nagyon jó jel, jelzi azt, hogy jó úton vagyunk, vagy jó irányba haladunk. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a felnőttek egyre nagyobb számban jönnek be az iskolákba,
hiszen számukra is izgalmas az, hogy a korábbi felnőtt képzési tevékenységgel szemben a két szakma ingyenessége, amit csak iskolában lehet megszerezni, megjelent, és ez mindenki számára egy óriási lehetőség, akár úgy, hogy továbbképezni akarja magát, akár úgy, hogy átképezni akarja magát. Jelentős az érdeklődés a villamosipari szakmák iránt, de úgy látom, hogy megjelent és komoly érdeklődés van a megye északi részében elsődlegesen, vagy inkább a Dombavári járást mondanám elsődlegesen, vagy azt a térséget. Abban a térségben nagyon komoly érdeklődés van a vasipari szakmák iránt, az asztalos iránt, de ugyanúgy megjelenik egyébként a vendéglátás is az érdeklődési körben. Tehát látjuk azt, hogy mozognak, van mozgás, van jelentős mozgás a felnőttek részéről, és ennek nagyon örülök, mert ez a feladatunk.